Tavasszal még kérdéses volt, hogy a 20 vagy az 50 kilométeres távon áll rajthoz Londonban Hellebrand Máté, végül a hosszabb táv mellett döntött a gyalogló és edzője Pokrovenszky József. A 49 indulóból 33-an értek célba, és a nyíregyházi atléta fokozatosan tört előre. 5 kilométernél a 26., 10-nél a 21., 20-nál a 20., 30-nál pedig a 12. helyen állt Máté, aki 45 kilométernél már a 7. volt a mezőnyben. Végül Urbanik Sándor 2001-es országos csúcsát átadva a múltnak, 3 óra 43 perc, 56 másodperces idővel 6.-ként ért célba az élete mindössze második 50 kilométeres versenyét teljesítő gyalogló. Fantasztikus verseny volt. Ez még csak második 50 km-es versenye volt, szóval nem nagyon tudtuk, hogy mire számítunk. Az edzővel Pokrovenszky József felül úgy gondoltuk, hogy az erős középmezőny az reálisnak mondható, időben pedig az egyéni csúcsnak örültünk volna, illetve az országos csúcsnak is úgy gondoltuk, hogy esélye van, hogy azt megdöntöm, de arra nem számítottunk, hogy 5 perccel megdöntöm az országos csúcsot, illetve hogy a 6. helyen érek célba. A gyaloglő az eredmény mellett annak is örült, hogy kamatozott a felkészülési időszakban elvégzett munka. Már a táv felénél, olyan 25 km környékén ott már láttam a részidőket, és éreztem, hogy igazából nagyon jól mennek a lábaim, hogy nagyon jól érzem magam. Ott már számolgattam is, hogy ha ezt a tempót tartom, akkor hatalmas országos csúcs lesz belőle. Azt meg is hihettem egy kicsit, hogy lehet, hogy akkor kicsit gyorsra lesz a táv első fele, de azért voltam nyugodt, mert tényleg éreztem, hogy nagyon jól mennek a lábam, és hogy nagyon jól bírom, nagyon jó formában vagyok. Az edzőmmel szerintem nagyon jó munkát végeztünk az elmúlt fél évben, és ennek most lett meg az eredménye. A versenyt a francia Johan Diniz nyerte a japán Hikori és a szintén japán Kai előtt.